Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Mai vendégünk Kis Ramona, illetve Lékai Kis Ramona, színésznő, műsorvezető, szeretettel köszöntünk a Studio Veszprém Podcast műsorában. Nagyon örülünk, hogy eljöttél. Szeretettel köszöntelek benneteket, illetve a hallgatókat, nézőket is majd, és köszönöm a meghívást. Ramona, tudod-e, hogy ma milyen különleges világnap van? Hát megfogtál. Nem, sajnos nem, de kíváncsi vagyok nagyon. Na, de hát ma van egy születésnap. Ma van egy születésnap? Kinek a születésnapja? Nem születésnap. Szerintem tudom, mire gondolsz. Na, igen. Csodálatos posztra, egy csodálatos posztra igen, volt. Igen, reggel indítottam. Igen, nem születésnap van, hanem ezen a napon 3 évvel ezelőtt tudtam meg, hogy várandós vagyok, és érkezik hozzánk Noé. Végül is, igen, az én születésem napja, amikor akkor lettem, hogy tudom, édesanyja. Igen. És van még egy különleges nap, mert Máté ma este sorsdöntő mérkőzést játszik a Nant ellen a Telekom Veszprém csapatkapitányaként. Te szoktad-e nézni ezeket a mérkőzéseket egyébként? Természetesen mindig. Még mielőtt Mátét ismertem volna is, törzsgyökeres veszprémiként gyakorlatilag, amikor még Fotex néven futott a jelenlegi Veszprém kézilabda csapat, akkor apukámnak bérlete volt, úgyhogy engem kis gyerekkoromtól folyamatosan vitt ki a meccsekre, úgyhogy én természetesen veszprémi születésüként a veszprémi kézilabdának szurkolok, és mindig az adott csapatnak. Hát most még elfogultabb vagyok, mert a férjem úgy alakult, hogy a férjem itt kézilabdázik, és ő lehet a Veszprém csapatkapitánya, úgyhogy itt most már egyetlen egy kézi meccset se hagynék ki, csak hogyha éppen gyermekaltatás van, vagy fürdetés, vagy etetés, de ezeket elnézi nekem Máté. De neked kedvenc sportod a röplabda volt, ugye? Így a van, Bátoriban, igen. A sporttagozaton. Így van, pontosan. Én a Bátor István általános iskolában jártam, és Bácskai Kati néni volt az én osztályfőnököm. A testnevelés tanárom is, és ő volt a röplabda edzőm is, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki, megmondom őszintén, mert a mai napig azokból az edzésekből táplálkozik a testem, és ő azért megalapozott egy jó kis izomzatot. És ide jártál középiskolába, ugye? Igen, középiskolában is ide jártam, a Várban volt, akkor még a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola. Az egy nagyon szerencsés helyzet volt, kevés diák mondhatja el magáról, hogy egy ilyen fantasztikus környezetben tudott tanulni. Ugyan a 4. évet már magántanulóként végeztem, de sikeresen tudtam érettségizni a saját osztályommal. Rami, az arcodra is kíváncsi vagyok, az arc kifejezésedre, ha meghallod ezt a nevet, Medgyes tanár úr. Igen. Hát a fegyelem szó jutott, azt hiszem először eszembe, de én így most már igazán felnőtt fejjel azt gondolom, hogy ezek a helyzetek és az olyan típusú tanárok, akik nagyon nagy fegyelmet követeltek, szerintem csak hozzátettek ahhoz, hogy azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy ennyi mondhatom, hogy sikerben és volt részem, ember tudtam maradni, és az az ember, aki megszületett még annó Veszprémben. Aha, akkor ha már te hoztad elő a sikert, ez tök jó, mert nem nekünk kellett előhozakodni és dicsérni, hanem így fölvezetted nekünk. Engem, ahogy gondolkodtam azon, hogy mi érdekel leginkább egy ilyen sikeres emberben engem, most elmondom, arra jutottam, hogy felteszem azt a kérdést, te mivel és hogyan méred a saját sikeredet? Ezzel esetleg, amit mondtál, hogy ember maradtál mindeközben, nagy teljesítmények közben, vagy mik azok a jellemzők, amivel te leírod a sikert? Hát ez a siker szó maga is egy nagyon szubjektív dolog, ugye ki honnan nézi, ki hogyan, miben méri, ahogy a kérdést fel is tetted.
Ha most szigorúan csak a munkában gondolkozunk, akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres életem van, és nem csak azért, mert hogy milyen sokféle dolgot csinálhattam, vagy milyen sokféle dologban vehettem részt, hanem mert szerintem a siker a munkámban ott kezdődik, hogy szeretem, amit csinálok. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy olyan dolgot képviselhetek, akár a színházban, akár filmben, sorozatban, vagy műsorvezetőként, amiben én komfortosan érzem magam, jól érzem magam, és boldogan zárom a napot, hogy azt tehettem azon az estén, éjszakán, vagy napközben, amiben én tényleg jól érzem magam, ez már nekem egy nagyon nagy siker, és ha még a munkánál maradunk, akkor nyilván fantasztikus dolog, amikor el is ismerik azt, amit te képviselsz, vagy amit csinálsz. Én úgy érzem, hogy ebben volt részem, és van is részem, és bízom benne, hogy a jövőben még lehet is részem. Ha pedig az életemet nézzük globálisan, akkor mindenképp azt gondolom, hogy amit ki is emeltél az előbb, hogy az egy fontos dolog, hogyha az embert siker éri, legyen az pénzügyi, képernyő, sportsiker, bármi, akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy egy picit a legszebb szóval fogalmazza meg, megbolondulunk. És én nekem is volt ebben részem. 18 évesen azért azt gondoltam, hogy enyém a világ, akkor egy éve játszottam a Barátok Közt című szappanoperában, leérettségiztem, és hirtelen azt gondoltam, hogy minden az enyém volt, de aztán édesapám máshogy gondolta. És akkor volt egy-két nagy beszélgetésünk, szó se róla, a család az nagyon fontos. Ugye a háttérben egy olyan támogató családom volt, és van is, akiknek szintén köszönhetem azt, hogy szerintem valahol egy teljesen átlagos, a szó legjobb értelmében egy egyszerű veszprémi lány maradtam. Ezek az én sikereim. Szuper. Ehhez gratulálunk. A műsorvezetéseknek gondolom a Barátok Közt ágyazott meg, tehát az az ismertség, és gondolom ott sokat is tanultál másoktól, hiszen, ahogy tetszik, akkor ilyen autodidakta színész és művész lettél. Így van, 17 éves voltam, ugye még nem volt lehetőségem rá, hogy akármilyen színész képesítésem legyen, de az élet hozott egy lehetőséget, szerepet kaptam az akkor nagyon-nagyon népszerű Barátok Közt című sorozatban, én pedig ezzel a lehetőséggel éltem, de itt megint csak ki kell emelni a családomat, akik azért nem egy hétköznapi dolog azt mondani egy 17 éves lánynak, hogy akkor Veszprémből költöz egyedül Budapestre, persze kislányom, megbízunk benned, akkor az utolsó évet, ami sorsdöntő lehet egyébként a jövő szempontjából, nyugodtan tölt magántanulóként, de ők bíztak bennem, hál' Isten, és azt mondták, hogy ha szeretném ezt a lehetőséget, akkor éljek vele. Úgyhogy 3 nap alatt megváltozott az életem, Budapestre költöztem egy albérletbe, és egyedül megtanultam főzni, mosni, takarítani, ellátni magam, elkezdtem dolgozni, és közben egyébként próbáltam tanulni, hiszen nem szerettem volna 4 év múlva érettségizni, hanem szerettem volna az osztályommal bolondballagni és érettségizni. Ez mind-mind sikerült, hál' Isten. De valóban a Barátok Közt volt az, és autodidakta módon tanultam meg ott a színészektől, rendezőktől, kollégáktól azt, ami valahogy jól épülhetett be, mert végül 16 évet töltöttem azon a munkahelyen és abban a sorozatban. Rami, 2011-ben azt mondtad egy film kapcsán, ez a Közeleg című film, Natalie Portman. Azt mondtad, hogy ezt a szerepet te egyszer szeretnéd nagyon eljátszani, mert amikor megnézted a filmet, valami nagyon megfogott benne. Eltelt 10 év, tudod már, hogy mi fogott meg leginkább, ami miatt ennyire közel került hozzád, hogy szerepként is elképzelted magadnak. Igen, érdekes, hogy most, hogy eltelt 10 év, ha megkérdezik, hogy melyik szerepet szeretném eljátszani, akkor már inkább a Julia Roberts mondanám, de lehet, hogy azért is, mert akkor felettem is jár, illetve talán most már az a szerep sokkal inkább közelebb áll hozzám, azért 10 éve mégiscsak egy fiatalabb csitrip csajszi voltam, és talán azt fogott meg abban a filmben, hogy hihetetlen élethelyzeteket mutat be, és 4 olyan fantasztikus színész szerepel benne, akik meg tudták mutatni azokat a szituációkat, amiből egy biztos, hogy jellemző valakire, vagy átélte már az életében,
és ebből így lehet táplálkozni. Azt akkor úgy közel éreztem magamhoz, most már, hogy egy kiegyensúlyozottabb életem van, van egy férjem, egy kisfiam, így most azt hiszem nem az a szerepálmom már. Te játszottál néhány színházi darabban, ugye a Madácsban, a Poligamiban, meg a Bánfalvi. Színházi darabokban is föl fogsz lépni, mert ezért ezt biztos sokan megkérdezik a könnyedebb műfajok után. Igen, mindenféleképpen volt szerencsém, ez egy nagyon szép történet volt, mert ugye aztán lehetett volna lehetőségem, hogy jelentkezzek a színművészeti főiskolára, akkor nem biztos, hogy felvettek volna nyilván, de a lehetőség adott volt. Valamiért én azt éreztem, hogy nem szeretném ezt megtenni, élveztem a munkámat, meg igazából megmondom őszintén, hogy hosszú évekig azt sem tudtam, hogy biztos ez az én utam, ugyan jól éreztem magam, és 20 éves voltam, amikor az első színházi darabomban, nem az én darabomban, de egy színházi darabban kaptam egy szerepet, Cseke Péter rendezte azt a vígjátékot, Vidám kísértet volt a címe, és akkor ott a premieren, akkor tudtam, hogy ez bizony az én utam, és aztán utána egymást követték a színházi darabok, sajnos már nem él Karinti Márton, akinek köszönhetem azt hiszem azt, hogy színésznő lehetek. Ő titokban eljött, egy Kispince színházban játszottam egy Bergman darabot, ő titokban megnézett, és őtől érkezett meg, 21 és fél éves voltam, életem egyik legnagyobb szerepe, Mikszáth Kálmán Szentpéter esernyője, és akkor a Karinthy Színházban léphettem színpadra, és onnantól megpecsételődött a sorsom, és utána folyamatosan jöttek a színházi darabok. Hát most a világjárvány miatt elég nehéz helyzetben vannak a színházak és a színművészek is, ugye most már majdnem másfél éve nem nagyon tudunk színpadra lépni, csak online, de talán most elkezd rendeződni ez a helyzet, és újra lesz alkalmunk játszani nekem is, és bár még csak keveset mondhatok el róla, de idén ősztől, ha minden jól megy, akkor elkezdek próbálni egy darabot, egy kortárs írónőnek a darabját, ami az anyaságról szól, de egyelőre többet erről. Nagyszerű. Szóba hoztad a pandémiát. Erről nekem megint eszembe jut valami. Létezik olyan, hogy sztárszolidaritás? Ugye mi azt látjuk, hogy ti, akik sokat mozogtok a médiában, híresek vagytok, amikor egy stúdióban vagytok, jellemzően örültök, vidámságot, kiegyensúlyozottságot sugároztok, aztán jön egy ilyen krízis, és nem tudjuk, hogy egyébként ti a stúdión kívül figyeltek-e egymásra, ott vagytok-e egymás mellett. Erről tudsz egy kicsit mesélni nekünk, mert ez pont egy olyan kulisszatitok, amit nem igazán tudunk. Igazából most a kérdésed alapján két irányba mennék el. Ha nagyon leszűkítem, akkor én azt gondolom, és mindig is így gondoltam az én szakmámra, hogy szerintem az a fontos, hogyha 7 óra 7 perckor elkezdődik egy előadás, vagy az ember bekapcsolja a tévét, akkor ne egy feltétlenül megosztó személyiséget lásson, mármint abban az értelemben, hogyha a politikát vesszük alapul, vagy nagyon nagy eldöntető kérdésekben. Én azt érzem, nagyon fontos elmondani, hogy ez az én álláspontom, hogy nekem az a feladatom, hogy szórakoztasson. Ha a néző leül, akkor ne azon gondolkozzon, hogy most akkor ez a hölgy ez ide tartozik, vagy oda tartozik, hanem egyszerűen csak nevessen, sírjon, kapcsolódjon ki nekem. Én azt gondolom, ez a hitvallásom a munkám szempontjából, én ezt is képviselem. És amikor a pandémia jött, akkor is megpróbáltunk, hisz hála jó ég volt lehetőségünk azok közé, a szerencsés emberek közé tartoztunk, akik tudtak dolgozni a pandémia alatt, és ott is azt próbáltuk elérni, ugyan nyilván mindig hírt adtunk arról, hogy minden szabályt betartunk, és vigyázzunk egymásra, és folyamatosan tesztelünk, de egy műsorkészítésnek a lényege az, hogy legalább ebben a helyzetben is tudjunk egy kis örömet okozni a nézőknek. Úgyhogy én azt gondolom, ez meg is történt. A műsoron kívül pedig a lehető legtöbb szabályt, nem csak én, hanem a családom is, ugyanúgy a férjem is, tehát hogy mi együtt azt képviseljük, hogy megpróbáljuk betartani a szabályokat, és megpróbálunk minél előbb túllendülni, és amennyire lehet, talán megpróbálunk ezzel
példát mutatni, ha mondhatom így. Aktuál politikával ebben a műsorban nem foglalkozunk, ezt jeleztem is neked, de azért föl kell tennem egy kérdést, amiben politikát is lehet érteni, hogy azért vihart kavart az, amikor illetve sok kritikai megnyilvánulás volt, nem csak veled szemben, hanem más színészekkel szemben, akik az egyik tévécsatornától átmentek a másikba, vagy fordítva. Szóval azért jó lenne, hogyha erről egy picit beszélnél, mert olvastam néhány eléggé kemény megfogalmazást ebben az ügyben. Hát azt gondolom, hogy ezek a megfogalmazások, vagy kommentek, amire te gondolsz, ez elsősorban nem nekem szóltak. A világ és a mi országunk is egészen feszült, azt hiszem, és minden adandó alkalmat, lehetőséget megfognak arra, tisztelet a kivételnek, hogy esetleg a frusztrációjukat, vagy feszültségüket valakin elverni, vagy valaki fotója, videója alatt nyilvánuljanak meg. Ami valahol érthető, hiszen nyilván értem a feszültséget, azt már kevésbé, mert nem ez a típusú ember vagyok, hogyha engem bánt valami, vagy én szomorú vagyok, akkor azt jelentse, hogy másnak is rossz legyen. De tényleg azt gondolom, hogy nem rólam szólt. Ha most nagyon leegyszerűsítjük ezt a történetet, akkor márkanév nélkül, ha két nagy telefoncéget veszünk alapul, és én dolgozom valahol x évet, de egyébként nem tudok előrébb jutni egy lépcsőfokon, és azt érzem, hogy megrekedtem valahol, akkor pont senkit nem érdekel, hogy megköszönöm a munkám, megköszönöm, hogy egymást építettük, és egymásnak kaptunk sikert, és elmegyek egy másik telefontársasághoz, ahol egyébként pedig nagy lehet, hogy kapok lehetőséget, nem szabad elfelejteni, hogy 36 éves vagyok, édesanyja vagyok, nem csak a saját jövőmre kell gondolnom, hogy egyébként a kisfiam jövőjére is, és ebben a szakmában, ami amúgy is egy kiszámíthatatlan szakma, de nem akarom sem a színészetet, sem a műsorvezetést kiemelni, mert nagyon sok ilyen szakma van, sőt, mindenki számíthatatlan gyakorlatilag, akkor igenis egy olyan döntést kell hozni, ahol tudom, hogy a jövőben lesz alkalmam dolgozni. És ez pontosan így történt, a saját lelkiismeretemre volt bízva. Én nagyon hálás vagyok Kalamár Tamás, akivel 16 évig dolgoztunk együtt a Barátok közben a Szappanoperával, és aztán hát az RTL tudnak is mindenféleképpen, hiszen nagyon sok olyan műsorban vehettem részt, nem mint színész, hanem már mint műsorvezető, amit nagyon-nagyon élveztem, és egymást építettük, és én azt gondolom, hogy ezt ők is így gondolták, legalábbis az ő búcsú nyilatkozatukból abszolút ez fogalmazódott meg, ahol megköszönték a közös együtt töltött éveket, és sok sikert kívántak nekem. Én azt hiszem, hogyha én ezt nézem, mert pedig az édesapám ezt tanította, hogy mindig azt számít, hogy a közvetlen környezetem és a családom tudja az igazságot, és tudja, hogy mi történik. És muszáj, hogy ebbe kapaszkodjunk, mert hogyha nagyon széles körben elkezdünk foglalkozni azzal, hogy ki mit mond, akkor abba bele lehet bolondulni, és egyszerűen tönkreteheti a napodat, az életedet. Tényleg, tehát, hogy itt tartunk, hogy olyan szabadság van már az internetnek köszönhető, hogy nem szabad ennek felülni. Tény is valahogy eljutnak hozzám ezek, hát egy érző ember vagyok, tehát, hogy kell egy-két óra, egy-két nap, amikor átölel a férjem, és megiszunk egy pohár bort, és azt mondom, hogy jó, rendben, de én azt gondolom, hogy akkor most minden rendben lesz, és ez így is van, és, okay. És azt érzem, hogy jó döntést hoztam. Igen. Ha választhatnám a két ügyet, amit képviselnél, ami mondjuk szívügyed is lehetne, és akár személyes áldozatokat is vállalnál, mi volna ez? És most tényleg ne a politikáról beszéljünk, hanem azokról a kérdésekről, amik úgy általában foglalkoztatnak, és ami mellé szívesen oda is állnál. Mindenféleképpen a legelső, amit felhoznék, azóta még hatványozottabban érzem, amióta anyuka vagyok, előtte is nagyon foglalkoztattak, és foglalkoztam is gyermekekkel, nem csak rászoruló, hanem beteg gyermekekkel, és azt hiszem, hogy ez az elsődleges, hogy az olyan gyerekek, most aztán meg végképp így érzem, és azt is látom, hogy egyetlen egy gyerek sem érdemli meg azt, hogy beteg legyen, hogy rossz családi körülmények között, rossz helyzetben nőjenek fel, mindenki megérdemli ugyanazt az esélyt, és nekem ez is az a
cél, amiben én részt is veszek, és részt is fogok venni a jövőben, hogy őket mindenféle platformon, akár személyesen, fizikailag, vagy az internetnek köszönhetem, mert azért van ennek jó oldala is, vigyem az ő hírüket, hogy segítséget tudjanak adni, és én is segítséget tudjak nekik adni. Ez mindenek előtt, ez az egyik. A másik pedig érdekes, hogy az állatok, az én állatszeretetem, ami ilyen eszméletlen, persze most felhozhatnám a Covidot is, de azt gondolom, hogyha most egy picit így elkalandozunk, és az egész életemet nézzük, akkor nem áll tőlem távol az, hogy talán egyszer még majd egy jó kis állatmenhelyt is tudok nézni. Talán sikerül, majd meglátjuk. A hobbikról szeretnénk hallani valamit, mert láttam, hogy te autóversenyzéssel is foglalkoztál valamilyen szinten vagy mértékben, meg egyik autótípust is reklámoztad. Úgyhogy hát most milyen autóval jársz, ha ez nem titok? Nem titok. Igen, autóversenyeztem, indultam a Lotus Ladies Cup elnevezésű bajnokságban. Hát eszméletlen érzés volt, fantasztikus. Azt hiszem, nem csak kevés ember, vagy kevés nő, de kevés ember is mondhatja magáról, hogy részes volt annak, hogy Niki Lauda adott át díjat, tehát hogy ez renetikus volt. És hát a sors fintora, hogy most milyen autóban ülök, akkor ott nekem sok-sok évvel ezelőtt, majdnem 10 évvel ezelőtt Mihály Sztorbert volt az én tanárom, és most a Hyundai Tucsonnal járok, amit Mihály Sztorbert képvisel, és nagyon jó barátság is alakult ki köztünk, úgyhogy őt követem azóta is, most már több mint 9 éve. És vannak más hobbiaid is, sport? Tudsz azért mozogni valamennyire a sok elfoglaltság mellett? Igen, igyekszem. Ráadásul van egy 3 évvel fiatalabb férjem, úgyhogy kordámas kell tartani magam. Bár ez nem látszik, azt mondják, hogy ezzel nyugtatom magam, hogy 3 évvel fiatalabb a Máté, de igen, viccet félretéve nem csak a kinézet miatt, hanem azt gondolom, hogy elcsépelt ugyan, de a hosszú élet itt az, hogy a mozgás az ott legyen, tehát az tud adni egy jó fizikumot, egy jó állapotot, és talán egy közelebbi hát a hosszú élethez, úgyhogy igyekszem, nem mondom, hogy mindig egyszerű, és hogy hatalmas rendszer van a sport szempontjából az életemben, de rajta vagyok, hogy ezt kialakítsam. Hát az én nagy szerelmem a búvárkodás, 15 éves korom óta van alkalmam üzni ezt a sportot, ezt a hobbit. Én mesterbúvár vagyok, és ezt én nagyon-nagyon szeretem. És illetve az én nagy szerelmem az a síelés még, annak ellenére, hogy tériszonyom van, úgyhogy csak az ilyen közepes, kis egyszerű pályákon lecsúszok, de hát maga a táj az eszméletlen, és az nagyon kikapcsol. Egyikben sem volt részem most már egy jó ideje, de remélem, ami később nem múlik. Igen, én közben mutattam a búvárok egyik fontos jelét, ez a minden oké, egy kicsit térjünk vissza Veszprémhez. Életed nagyon fontos helyszíne nyilvánvalóan, mesélj nekünk Veszprémről. Itt születtem, itt nőttem fel, a Munkácsi Mihály utca 1/4 emelet 13-as ajtaja lifttel szemben. Ezt gyerekkoromban, hogy apujék megtanítottak, ha eltévedt kislányom. Ezt kell mondani. Igen. És aztán a Bátori után ugye a közgáz, és úgy hozta az élet, hogy 17 évesen el, mert is természetesen a zeneiskolába jártam még 8 évet a Ligetnél, úgyhogy amit lehetett, kipróbáltam, ugyan egyetemre nem ide jelentkeztem Veszprémbe, ez valamiért így alakult, hogy Pécsre kerültem, de a munkám Budapestre szólított. És hát a sors fintora, hogy veszprémi születésüként én Budapesten éltem és dolgoztam, és megismerkedtem egy budapesti úriemberrel, aki Veszprémben dolgozik. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy miután Noé megszületik, oda megyünk, ahol az apukája van, és hát a lehető legszerencsésebb helyzet, hogy az apukája Veszprémben, az én szülővárosomban van, úgyhogy hazaköltöztem, a körforgás az megtörtént.
itt élnek a szüleim, nagyszüleim, tesóm és a gyerekkori barátaim. És a mai napig volt egy titkos helyed Veszprémben, és mivel el fogod mondani nekünk, mostantól nem lesz titkos. Van egy ilyen hely Veszprémben, ami neked a szíved csücske? Nem tudom, hogy egyre gondolunk-e a szerelem sziget nekem, de lehet, hogy te, igen, akkor találtam, arra gondolom. Hát a szerelem sziget, egészen romantikus vagyok, néha túlzottan is, és minden létező babona, legenda, az nálam engem meg lehet ezzel hódítani, és hát ugye azt mondják, hogy a szerelem szigetem, aki csókolózik, az örökre együtt marad. Hál' Isten, valahogy úgy alakult, hogy nem csókolóztam senkivel ott, de a férjemmel igen, úgyhogy bízom benne, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg leéljük egymással az életünket. Legyen így, kívánjuk nektek. Köszönöm szépen. Mondtad, hogy azért mozog, sportolsz, próbálod karban tartani magad, és ezeknek azért látható formái is vannak, mert címlapokon szerepelsz több alkalommal is. Most ugye a Glamournak a címlapján decemberben, meg a Joy címlap lánya is voltál. A Playboy az nem jön szóba mostanság, ugye? Nem. Volt próbálkozás részükről, de nagyon kedvesem. Szerepeltem ugyan a Playboyban, de ruhában, mert volt egy év, amikor bekerültem a Playboy, minden évben meghirdetett egy múzsa kategóriát a hölgyeknél, a Man of the Year, tehát az év férfi a díj mellett, és egyik évben én lehettem a Playboy múzsája, amin egyébként egy kicsit meglepődtem, de nagyon, nagyon jó érzés volt, és akkor készült egy interjú, de nem hiányos öltözetben. Én azt gondolom erről, hogy igen, nagyon hálás vagyok a Joy, Glamour, minden olyan magazinnak, ami hozzátesz ahhoz, hogy megmutathassam egy kicsit a másik oldalamat, hiszen most is ez a beszélgetés egy nagyon őszinte beszélgetés, és amikor egy szerepben vagyok, akár műsorvezetőként, akár pedig a színpadon, az nem feltétlen mindig tükrözi azt, aki én valójában vagyok, és ez mind-mind olyan lehetőség, ahol meg tudom mutatni egy kicsit magam, hogy valójában mi is vagyok, ki is vagyok én. Tudod, hogy 2023-ban Veszprém a Európa kulturális fővárosa lesz, és mi nem vagyunk szervezői ennek a programnak, de gondolom, hogy nagy örömmel vennék a veszprémiek, hogyha egy-néhány olyan eseményen, ami mondjuk úgy, hogy Európára szóló, vagy világra szóló, meg tudnál jelenni, fölkonferálnál egy-két eseményt. Úgyhogy esetleg számoljál azzal, hogy most hallgatván, látván ezt a podcastot, ilyen megkeresés is eljuthat hozzá. Hát nagy örömmel tennék eleget a feladatnak, hiszen ennél jobb dolog, hogy a saját szülővárosodat egyébként is ilyen megtiszteltetés éri, és te ennek részese lehetsz, az szerintem egy megkoronázása lenne az én veszprémi születésemnek. Egy utolsó kérdés részemről. Valahol azt olvastam, hogy te úgy jellemezted a családodat, hogy ez egy ilyen olasz temperamentumú család, aki azt is megünnepli, ha leesik valakinek a körme. Tudod már, hogy mit fogtok legközelebb ünnepelni? Igen, most legközelebb a férjem születésnapját fogjuk ünnepelni júniusban, és valóban így van. Kicsit túloztam, nyilván azt nem ünnepeljük, ha leesik a körme valakinek, de tényleg minden alkalmat megragadunk arra, hogy összejöjjön a nagy család, hiszen azt hiszem, hogy ettől szép az élet. Ettől is szép az élet. Mondd meg neki, légy szíves, hogy a veszprémiek most már nagyon szeretnék, hogyha Final Four-t nyerne a Telekom Veszprém. Minden alkalommal elmondom. Minden dobjon be, és légy szíves, te is inspiráljad, amennyire csak lehetséges, mert ez most már elképesztően fontos dolog lenne. Egyetértek, itt az ideje, és folyamatosan presszionálom. Ramona, bízunk benned, és köszönjük szépen a mai beszélgetést. Gyere minél többször Veszprémbe hozzánk. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, szia! Szia! Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!